Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és szombati sör szólsz. Folytatjuk a Dark Souls 2-t. Alapvetően haladunk, mármint most szerintem sikerült haladnunk olyan értelemben, hogy, hogy azért a legutóbbi streamben voltak már boss fightok, meg ilyesmi, de hát mindegy, megyünk tovább. Hogy meddig jutunk, abban nem vagyok biztos, mert a mai az a szokásosnál is egy kicsit rövidebb stream lesz, mert a hét az nagyon hosszú volt, úgyhogy fáradt vagyok igencsak, de hát ez van. Okés. Szia Sherit Adri, szép estét! Nevermind üzeni, hogy sajnál, de most nem tud itt lenni, mert esküvön van. Semmi gond, érezze jól magát az esküvön. Az egy kicsit biztos szórakoztatóbb. Na, úgyhogy akkor itten is vagyok, és akkor folytatjuk. Igen. Ja, folytassuk. Igazából különösebben sok mindent nem tudunk csinálni. Mármint abban az értelemben, hogy most fejleszteni nem tudunk, mert nincs nyersanyagunk. Fejlődni nem tudunk, mert meghaltunk, és ugye elbuktuk a szólt. Úgyhogy igazából csak annyit tudunk, hogy megyünk tovább. Aztán próbáljuk magunkat átverködni ezen a részen. Ami hát valószínűleg nem lesz egyszerű. De hát mindegy, próbálkozunk. Eddig jó. Oké. Bunkók. Oké. Mondom, itt egyedül ezektől a majomizéktől tartok egy kicsit. Sajnos nincs nálunk fákja. Szóval ez még csak itt átcsorgott. Mi van most? Dobókés. Na, oké. Jó. Jó. Na. Bár csak emlékeznék, hogy merre kell menni. Szerintem fel. De erre nem voltunk. Ó! Hát, ha dobott torcsot ez. Ah, dobott. Láttátok? Ott volt a kezében. Király. Király, király, király. Már csak nem kéne meghalni, bár mondjuk... Mindegy, mert már fölvettük. Mondjuk meghalni sose jó. Állítólag. Na, és mivel, hogy gyújtogattunk menet közben a legutóbb, ezért most tudunk közelebbről menni. Ó, hogy én hogy utálom ezeket a kutyákat. Mármint csak a játékban persze. Amúgy nagyon szeretem a kutyákat.
Hűha. Ez nem jó. Shit. Nem baj. Van nálunk torcs. Az a lényeg. Nem voltunk full HP-n szerintem. De nem baj. Jövünk megint. Akkor elvileg lehet ott lootolni torcsot. Mármint nem tudom, hogy minden esetben dob-e az a enemy. Az most igen. Au. Nem olyan vészesek ezek amúgy, tehát együttésből megvannak, szóval no problem. Na lássuk. Ah, most nem dobott. Ja. Akkor nem mindig dob. Akkor gazdálkodunk okosan. Az igen. Oh, shit. Ez is itt hogy került ide? Az igen. Oh, jó. Sajnálom, Shady Tadri. Ez esetben a hiba most nem az én készülékemben van, ahogy látom. Itt úgy néz ki, hogy minden rendben van. Hát sajnálom, hogy így vacakolnálad az adás. Na, valahogy föl kéne jutni. Hát igen, lehet, hogy innen kell. Mi a szősz? Miért halk meg ilyen gyorsan? Fura. Ja, sokan vannak amúgy, tehát az kétségtelen. Most se dobott. Akkor lehet, hogy ez mindig csak egyet dob. Vagy egyszer dob, és akkor utána többet nem. Nem baj, most ha ezt is tudjuk.
Ja, nevermind is üzeni, hogy ne halljak meg, oké. Inkább figyeljen a húslevesre. Hát csak át kéne magunkat itt vergődni valahogy. Hát nem így. Nem jó. Hát nézd meg, ezek a kutyák megőrítenek. Hát ha elfogytak, igen, ott föntről még valaki dobál. Ami... igen. Ez nem tudom mi. Á, és itt van az item. Visszajönni, nem baj. Körbe megyünk. Igen, tudják a kutyák, hogy utálom őket, így van. Nincs titkos fal. Itt jó elszúnyókáltak amúgy. Oh, az a baj, hogyha ritkán játszunk, hogy úgy kiesek a ritmusból. Jó. Bandit cucc. Nem tudom, miért nem látom, de mindegy. Megnézzük később. Nem jó ebbe a játékba a seggező, meg kell, hogy mondjam. Nem tetszik. Nincs olyan súlya olyan, mint a például az Elden Ringbe. Reaper Powder Titanite Shard. Az dobott egy shieldet. Anyád. Az armor. Teljesen kezdek eltévedni. Ez gondom a túloldalról nyílik. Nem látok kallantyút sehol.
Nem baj, megyünk tovább. Hogy kell beugrani? Mindig elfelejtem. Így, igen. Kés. Jó, de már itt is voltunk, nem? Mert meg vannak gyújtva. És itt jön a majmos rész. Oké, oké, oké. Na, akkor nagyon jó, mert innen tudunk torccsal menni majd. Halló? Ez nagyon jól sikerült. Pajzsos ellen nyomja a kaxit? Hát igen, ez... ellene jó lehet. Az a baj, hogy nem varázsló building van. Nem tudom, hogy itt voltunk-e. Hát, ez remek. Itt egy ajtó. Ami nem ajtó. Szerintem itt voltunk. Én azt gyanítom. Nem tudom, mire alapozom ez, de... ja, igen, igen, jó. Így már oké. Jó, jó, jó. Már látom, hogy hol vagyok. Négy live gemünk van. Ami nem túl sok. Jó. Hát menjünk. És itt haltunk meg valahol. De mintha ezekre nem hatna a torcs. Nem? Hearts of Stone kéknél jársz? Az menő. Fősztorit már megnézted, de... nem a fősztori... előtt nyomtam végig a... még nem biztos, hogy az enyémet nézed, az nem derült ki, ugye? Gyere vissza! Gyere ide! Na. Szóval én a Hearts of Stone-t... vagy Heart of Stone, Hearts of Stone-t...
Azt a fő sztori vége előtt nyomtam. Emlékeim szerint. Egy greatsword. Egy csapda. Adott egy talizmánt. Igen, két playlist van, ez igaz. Ez igaz, igaz, igaz. Ja, van egy fő sztori a fő karakterekkel. Főbb karakterekkel, meg van egy teljes sztori. Na, reméljük csak eddig kellett a torcs. Úgyhogy most eltesszük. Shit, shit, shit. És ugye a Hearts of Stone az nincs benne a... Fú, ott volt egy pár, volt egy-két szenvedős rész. Igen, azért azon a nehézségi szinten a Hearts of Stone a főküldi vége előtt azért nehéz. Megyünk. Gondolkodtam, hogy meg kéne gyújtani itt a izét, de... Hát, ez nem tudom mi, meghúzzuk. Az igen. Ez egy hajó. Az király. És akkor most hova? Ja, erre. Ezt nem hiszem el. De ez mekkora paraszt? Oh-oh. Shit. Bemegyek, azt ott van három majon. Irány Skellige, hát igen. Oh, shit. Ja, és még a béka herceg az annyira nem is vészes egyébként. Megpróbálok valahogy itt úgy átszaladni, hogy jó legyen. Mondjuk nem tudom, hova szaladok, mármint... Várjatok. Most bejött ez a hajó. Próbálom felfedezni, hogy... Hogy itt ez most mit jelent nekünk. Nem tudom hogy, de élünk. Ha!
Mert végül is a pályán szerintem végigmentünk. Csak ezzel a hajóval nem tudom, mit csináljunk. Na mindegy, itt kiritkítom a népet. És akkor... Au. Na, szóval a béka király az még annyira nem is vészes ott a bakiekbe, majd a izé lesz. Hogy hívják a... Hogy hívják a fickót? Elfelejtettem. A megbízó. Mindegy, nem fog eszembe jutni. Na, a vele a harc. Na az. Mikor az ő szellemével kell harcolni, az lesz nagyon nehéz. Azzal szívtam, hát vagy 2 órát, ami ilyen Witcher szinten azért. Azért sok. Hát ott kellett volna tovább menni. Basszus, akkor csak föl kell mennünk. Jó, nem baj. Mégis az itemeket összeszedtük. Torcsunk van. Csak az a kínszenvedés megint, hogy ezen a részen végig kell menni. És megpróbálunk megint lootolni torcsot. Nem a Vladimir, hanem a tesó. Tehát a... tehát nem a... Már mint hogy... Tehát Vladimirra nem harcolunk. Azzal nem kell. Shortcut. Innen kell a fákja. Hát... Átszaladunk. Jó, na itt vagyunk megint, szóval sokat nem vesztettünk. Oké, azt az ajtót most nem nyitjuk ki, megvan a szól, ami szuper. És akkor jövünk tovább.
Ez mi a pecs volt? Már bocsánat. Halló? Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan. Gavlan wants soul. Many, many soul. Meg sör, ahogy látom. Szól és sör. What you want. With Gavlan, you will, you deal. Most látom, hogy írtad, hogy Olgird. Látod, ennyire vagyok fáradt, amúgy. Most vettem észre. Gavlan will, Gavlan deal. Így van, Olgirdelve a harc. Gavlan wants soul. Many, many soul. Azzal tényleg nagyon sokat szívtam. De egyrészt a build miatt, meg másrészt, mert... Na mindegy. With Gavlan, you will, a izével sokkal könnyebb lett volna, hogyha a fő sztori után csináljuk, mert a fő sztori endingje az ad valami, hát, plusz 4 vagy 5 szintet. Szóval. Na mit árul? A Ring of Giants increases poise. Poison damage. Aha, akkor ez ilyen poisonous fickó. Increases poise. Ezt jó lenne nem elfelejteni, ha netán kéne. You go home. You go home, igen. Jó, ezt az ajtót itt most kinyitjuk. Mert ez egy shortcut. Jó, menjünk tovább. Aha, tudnánk arra menni. Nem, arra nem tudunk menni. Úgyhogy erre jövünk. Shit. Ez baj. Ez probléma. Mondjuk így nem. Human effigy és live gem, az nagyon jó. Itt éppen ül valaki a vízben. Hát, megcsináltam végül, mert átpusoltam a dolgot. Ezt itt ki kéne nyitni, az a helyzet. Mert ez egy viszonylag fontos shortcut itt. Király. Ennek nagyon örülök. Ó, de sötét van. Hát, te mit huncutkodsz itt te? Te kis hunci? Ott ő fönt valami sensei. Jó, de most el tudunk menni, várjál már.
Ugye el tudunk menni. Ja. Látjátok, ott ül fönt valaki. Hello? Azt mondja. I see light, but it remains dim. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. I see light. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. Ennek majd utána olvasunk, hogy mi a problémája. Jó. Menjünk tovább. Azt mondta, hogy nem érdekli a Magic Impaired. Hát jó. Na, itt vagyunk a hajónál, amit becsengettünk. A főnök szagot kezdek érezni. Te mit csinálsz? Jó van, azt hittem, hogy keményebb tökű, de nem. Úgyhogy... whatever. Ott hogy hagytok üzenetet? Hogy mentek oda föl? Á, őrület. Na, menjünk le a hajó belsejébe. Van nálunk 20 000 szól. Hát lehet, hogy haza kéne menni. Az a helyzet. Mielőtt azon a füstkapunk bemegyünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy most csalunk. És mivel úgyis megvan nekünk a shortcut, így hazajövünk. És szintet lépünk. Mindegy, szóval tényleg az egy nehéz fight volt a Hearts of Stone így a legnehezebb fokozaton. Meg tényleg de végül is meglett. Utána viszont az endgame lett nagyon könnyű. Kardra nem tudok, mert nincs nyersanyagunk. Várjatok már, mert van izénk. Ó, mekkora boinkja van ennek. Az igen. Van ilyenünk. Neket benyomjuk. Na most.
most menjen így. Ezt utána majd adunk ADP-re is, meg HP-re. Jó, megyünk vissza. Na. Nézzük meg azt a füstkaput a hajóban. Nem vettünk izét, live jam-et. Oh, shit. Nem baj. Majd legközelebb veszünk. Jaj, a Human Effigy-t is nyomunk. Hát, Summon-t ezt nem biztos, azt majd meglátjuk. Meg nem tudom, hogy lehet-e itt summonolni, tehát hogy itt van-e. Most ugye nem Human Form-ba vagyunk, úgyhogy nem tudjuk. Flex-Size Sentry. Oh. Jó nagy bökője van, amúgy. Shit. Ó, jó. Annak örülök, hogy nem atakolt, hanem így lépdelt visszafele. Okay. Zsír. Semmi nincs. Na ez mi? Oké, megyünk. Kihajóztunk.
Egy bonfire-t könyörgöm. Ez is jó. Ja, mondjuk van Radiant Life Gemünk. Ha! Meg van ilyen nagyon nagy. Jó. Semmi healünk nincs, én emiatt aggódok. Mert... Ez így gyanús. Vagy ez. Jó, megyünk tovább. The Lost Bastille? Hey, what the heck? Ja, hogy erre is lehet jönni. Ugye ez volt az a map, amin sokat szenvedtünk, ami miatt elmentünk kerülőútra. Zsír, menjünk is haza. Na. Bearer of the curse seek the lest this. Oké. Nyomunk egy level up-ot. Most adunk másra. Hát, lehet, hogy így 45, és akkor a dex-el most megállunk, és megyünk a többivel. Úgymond a soft skill-ekkel. Jó, ennyiért pedig veszünk pár gemet. Na, és akkor most az a kérdés, erre még rá akarunk nézni, hogy Lost Bastille. Ugye akkor ezek megvannak, No Man's Wharf megvan, és akkor Lost Bastille. Igen, és ez az új bonfire, akkor megnéznénk, hogy ez hova vezet. És akkor mára ez lesz az utolsó dolog, hogy itt körbenézünk egy kicsit. Hogy ez melyik részhez vezet a Lost Bastille-nak. Ó. Az mi a jó Isten? Megint? Ez itt kísérni fog minket. Én biztos vagyok benne egy jó darabig. Semmi baj. Viszont be akarom tenni a live jam-et. Ott van egy füstkapu fönt. Valószínűleg oda kéne eljutni.
Nagyobb kardot? Nem. Nem lenne baj, ha hosszabb lenne egy kicsit. Title of my sex tape. De... úgy különösebben... tudom, hol vagyunk. Tudom. Jó. Itt lesz a Kovex. Ja, és itt a másik bonfire. Ok. Bokán lőtt. Used antiquity key. Hogy nem találom el? Mondom, ezek a kutyák, de ez a Elden Ringbe is szopadtak egyfolytában, meg emlékeim szerint még a izébe is. Ó, basszus. A Bloodborne-ba, bár lehet, hogy ott pont nem. Most nem emlékszem. Jó, hát akkor... ez mi? Be wary of ambush. Oh. Pancelus Valas? Oké. Na, király. Erre jöttünk. Fővettünk egy lepkét. Jó. Na mi van még itt? Erre nem tudunk menni. Erre tudunk menni itt egy létre. Ott is egy létre. F***.
Pharos Rockstone kéne. Okay. Penge. Pering Dagger. Hát aki Perizsbe játszik, annak ez biztos nagyon jó. Bone Staff. Ez még nem láda. Jó, hogy ide kéne a Pharos Rockstone. Oké. Hát majd, ha szerzünk, akkor visszajövünk. Rohadt sötét van. Oda nem akarok leugrani. Ah, itt egy létra. Meg egyen visszabb is volt egy létra. Nehéz, nehéz dolgok ezek. Hát ez... Oké. Visszajöttünk ide. Jó, de... Ott még volt egy létra. Azt még meg akarom nézni. Meg ott egy item, valahogy oda jó lenne eljutni. Nem érdekel. Megyünk. Igen, ez. Hát itt csak ennyi volt. Jó, akkor szerintem... Szerintem akkor körbe is jártunk mindent. Még lehet, hogy majd utána olvasok, hogy biztos, hogy mindent körbe jártunk-e. De... Ja. Most az a kérdés... Hogy próbáljuk-e ki esetleg itt a boss mangot. Tehát csináljunk egy boss rend esetleg. Azt mi megnézhetjük igazából. Csak leülünk. Honnan is jobb jönni? Innen, ugye? Nincsenek kutyák menet közben. Meg itt már nincs, nem teljes a roster, hogy úgy mondjam. Tehát látjátok, itt már sokan hiányoznak. De ide most nem tudok visszajönni, vagy vissza tudok jönni? Nem tudok. Azért akarok leülni, mert nincsen flaszkunk. Most még ez a 7000 szó, ez annyira nem is sok.
Bár mondjuk vettünk föl nagy szólt, szóval ja, meg van bosszolunk is, tényleg. Akkor hazamegyünk, lépünk szintet, elköltjük a szólt, és akkor visszajönk, próbálunk egy boss rend. Hát, ha most tudunk egy kicsit jobban aprítani. Azért léptünk sok szintet. Ó, megint nem törtem be a szólókat. Mindegy, nagyjából 7000 szó kell egy. Lehet, hogy nem lesz annyi. Nem tudom, hogy ez mennyit ad. Flex High Sentry. Ó, oh, így lesz. Jó, jó, jó. Flex High Sentry. Ez volt a boss. De már mindegy, mert megettem a szót. Jó, és akkor most... igen, ide jövünk. És szerintem most nyomunk egy izét is. Human effigy-t. Na. Hát lássuk. Ugye most már ez következik, szóval előbb-utóbb így is, úgyis ezt kell csinálnunk. Tehát ez a, konkrétan most már ez a következő, ugye a guide szerint. Szóval, ha most sikerül, akkor szuper, ha nem, akkor sincs semmi baj, akkor majd próbálkozunk a következő streamben. Jó, egy live gemet kellett használni. Felicia. És csak egy szemem van, ugye? Nem. Berkler. Hívunk kollégákat.
Oké. Mi történik? Valami, mintha beragadtam volna. Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Ó, de mérges vagyok. Ó, shit. Pedig jó voltam úgy. Na mindegy. Közel van, meg lesz. Human formba kell, hívni kell a kollégákat, és akkor jó lesz. Viszont ezt már csak a következő streambe fogjuk megnézni, ugyanis, ahogy mondtam, én mára megköszönöm a figyelmet. Mondtam, hogy ez most egy rövid stream lesz, mert tényleg hosszú volt a hét, és az igen fáradt vagyok. Úgyhogy most csak ennyi fér bele. Jövő héten folytatjuk. Elvileg, de ez még kérdőjeles, hát majd meglátjuk. Jövő heti program már úgy nagyjából megvan. Van még, amit Ceruzával van, menetrenddel le tudjátok kérni. Hát a hétfő és a vasárnap kérdőjeles, részben azért, mert még nem biztos, hogy lesz stream, illetve az is, hogy mi lesz pontosan a streamben, de hát majd meglátjuk. Ami fix, az a péntek és a szombat. Starfield-ezni fogunk, megnézzük a Starfield-et. Elvileg jó lesz, én belenéztem, hát majd meglátjuk. Na, Sejtadri, köszönöm szépen a cheert, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én kívánok nektek további kellemes estét, és további kellemes hétvégét. Szevasztok!